Köszöntöm nézőinket! Önök a Völgységi magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. ICOMOS díjat kaptak a kivitelezők az Ermel Vojnics kápolna felújításáért. Némettábor Kakasdon színes programokkal várták a gyerekeket. Új polgármestere lett Nagymányoknak, elhivatott fiatalember vette át a vezetést. A régi időkre emlékeztető váróteremben pihenhetnek a Mórányra érkezők. A bonyhádi Ermel Vojnics mauzóleum felújításáért rangos szakmai díjjal jutalmazta a helyi önkormányzatot és a kivitelezőket az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság. A kitüntetést még áprilisban vehették át Budapesten a tervezők. Most egy emléktáblát lepleztek le, amit az elismerés tiszteletére helyeztek ki az épület falára. A bonyhádi kápolna helyreállításáért, a lelkiismeretes tervezésért, példás együttműködésért, valamint a nemzeti emlékhelyhez méltó kivitelezésért díjazta a résztvevőket az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság. Ez a díj az építész szakma legkomolyabb elismerése, hiszen egy történelmi mauzóleumot restauráltak teljesen korhű módon. A mai nap apropója igazából az, hogy egy plakettet avatunk az épületen, ami is egy ICOMOS díj, amit idén tavasszal kapott az épület, vagy hát inkább azt mondhatjuk, hogy a felújítási projekt. Ilyen módon egy kicsit minden szereplője ez a díj, és ennek a díjnak van ma a felavatása. Ugye alapvetően az épület az Ermel Vojnics mauzóleum, aminek a felújításáról szó van. Ugye ez Ermel Vojnics Erzsébetnek tulajdonképpen a sírkápolnája. Ugye ő egy Perczel leszármazott, Perczel Etelkának a lánya, tehát ilyen szempontból a bonyhádiak számára nagyon fontos Perczel hagyománynak ez egy fontos eleme ez az épület. Teljes felületén zsolnai pirogránittel, burkolva díszítő festéssel ellátva, üllőműveg ablakokkal, zsolnai oltárral, csillárral. De sajnos az azóta eltelt, hát közel 120 évben igazából csak romlott az épületnek az állapota. Hiányosak voltak az ólomüvegek, komoly károk voltak a pirogránit burkolaton, a szerkezeti károsodással érintette az épületet, feltehetően egy földrengés következtében. Szóval, hogy nagyon, nagyon aggasztóak voltak az állapotok. De szerencsés módon sikerült egy forrás találni ennek a megújítására, és ez meg tudott valósulni ez a projekt. Ugye a tavalyi évben elkészült és átadásra került. Az Aigner Sándor által tervezett kápolna így most újra régi fényében tündökölve várja a látogatókat. Kálvári adombon az ICOMOS díj átadását követően annak leleplezésére kerülhetett sor. Ebben a díjban április 18-án részesült Bonyhádváros önkormányzata és az a vállalkozói csapat, akiknek a munkája révén ez a kápolna, sírkápolna megújulhatott. Ugye mindannyian közösen emlékszünk, hogy november 11-én az elmúlt évben egy csodálatos napon hasonló körülmények között több száz bonyhádival közösen tudtunk együtt örülni annak, hogy ezt a sírkápolnát felújítottuk, és most pedig egy műemlék táborozás alkalmával városunkban látogatott az ICOMOS-nak az elnöksége, és az a műemlékes csapat, aki Magyarországon fontosnak tartja a műemlékek védelmét. Ezért is nagyon fontos számunkra ez a díj, hiszen ha kívülről egy külső szemlélő és egy szakértő grémium az, aki elismeri az itt végzett munkát, az mindig egy picit más, mint hogy, ahogy mi belülről látjuk. Úgyhogy örömmel látjuk őket ma vendégül, és mutatott meg a háttérben látható kápolnát, ami ugye nem csak önmagában újulhatott meg, hanem az egész Kálvária domb a perces sírokkal együtt. A 20. század elején készült épület Ermel Vojnics Erzsébet sírkápolnája, aki nem más volt, mint Perczel Etelka lánya, tehát a bonyhádiak számára a Perczel hagyomány szempontjából ez egy nagyon fontos emlék, ami most már a Bonyhádi Múzeumon keresztül a nagy közönség számára is látogatható. Némettábor tartottak Kakasdon gyerekeknek. A könyvtári és nemzetiségi programsorozatra nagyon sokan látogattak el. Az érdeklődők találkozhattak számos érdekes foglalkozással, játékkal, de még a sváb hagyományok szerint készült ebédet is megkóstolhatták. Jó, most egy picit meghúzzuk lefele. Nagyon szoros már. Jobban járok egy picit.
Jó, gyere! Alapul, igen. A kisebbségi egyesület segítségével rendezték meg Kakasdon immár harmadik alkalommal a német tábort. Nem csak kakasdi gyerekek vehettek részt rajta, hanem akár a településen élő német nagyszülők máshol élő unokái is. Több mint 30 kicsit foglalkoztattak a héten színes, érdekes elfoglaltságokkal. Kicsit fontom, tegnap játszottunk, gyurmáztunk. Nagyon jó, és nagyon sok új dolgot tanulunk meg, mint például varni, és nagyon sok ilyen kézműves dolgot csinálunk, mint például most csinálunk ilyen gyapjúból tulipánt, vagy lehet ilyen zörgő labdát, mert tegnap csináltuk ilyen ehető gyurmát, aminek kicsit rossz volt az íze, de lehet belőle akármit csinálni, és nagyon jó, mert nagyon sok mindent játszunk, énekelünk, imádkozunk, és nagyon vicces, mert mindig nagyon jól érezzük magunkat. Gyurmáztam, csináltam olyan gombolyagot, amit ott csináltak, és játszottam a barátaimmal. Kukacokat csinálunk, meg gyurmázunk, meg ilyen tulipánokat csinálunk ebbe a táborba. Én nagyon jól érzem ebbe a táboromba, hogy jövőre is jövök szerintem. Jövőre, amikor jövök, lehet a húgom is fog jönni, és csináltam ilyen gombolyagot, meg még csináltam, meg fontom is. A hétfőtől péntekig tartó napközi jellegű programsorozatot reggel 9-től délután 4 óráig látogathatták a gyermekek. Ez a dolgozó szülőknek is nagy segítség volt. Német nemzetiségi foglalkozások minden nap vannak, ehhez van segítségünk Katerina személyében, remélem, hogy majd ő is mond egy pár szót erről, hogy milyen foglalkozásokat tart a gyerekeknek. A Német Nemzetiségi Egyesületnek a tagjai pedig főzik a gyerekeknek minden nap az ebédet, amit igyekeznek valamilyen jellegzetes nemzetiségi eledelt készíteni. Egyébként nagyon-nagyon finoman főznek, úgyhogy nagyon jól szoktak lakni a gyerekek. És kézműves foglalkozásokkal színesítjük legfőképpen, ezt nagyon szeretik, úgy szintén a gyerekek. Ebben már volt sógyurmát főztük meg közösen, tehát együtt is készítettük el, és abból gyurmázhatnak még így folyamatosan, amikor alkalom van rá. De nem ezelnek jelenleg, Csongrádi Anikó jött el segíteni nekem ebben. Aztán mivel foglalkoztunk, még kékfestő anyagokat készítettek, és tojástartóból kis színes kukacokat készítettünk. Nagyon sok a közösségi játék, mondókázunk, sporteszközöket is hoztunk. Voltak terben kinti játékok és vizes játékok, ami a tavalyi évben nagyon jól működött, csak ugye most nem olyan az időjárás, úgyhogy most egy picikét kellett így logisztikáznunk a betervezett programok között. Miklós Ágnes nyugdíjas óvónő minden évben nagyon erős segítségem, így emberileg, aki odáll és segít a gyerekek foglalkoztatásában. A kisebbségi önkormányzat Pécsről a Német Nemzetiségi Egyesületből hívott kulturális szakembert, aki rengeteg játékkal és ismeretterjesztő anyaggal készült a gyerekeknek. Meghívott a kakasdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, hogy tartsak német nyelvű foglalkozásokat a gyerekeknek. Én a Lena House-ba dolgozom Pécset, ez egy kulturális német nemzetiségi egyesület, és az IFA a munkáltatóm, úgymond, az egy németországi külügyi szerv, és így, mivel a kisebbségi ügyekkel foglalkozom, meg a gyerekekkel, meg a kultúrával, így adott volt az a dolog, hogy én itt kicsit színesítsem a programot. Hoztam is mindenféle játékokat a gyerekeknek, illetve készítettünk most kékfestő anyagot, mi magunk, illetve most éppen zajlik a varrás is, tehát mindenki egy teljesen saját dolgot tud most elkészíteni. Elindultunk nyomkereső útra itt a faluba, honnan láthatunk még az, hogy itt svábok laktak, honnan látjuk ezeket a dolgokat, mik azok a jelek. Beszéltünk a hagyományokról, akkor nyilván a múltról is, hogy hogyan érkeztek a németek. És a gyerekek hoztak sok-sok saját élményt, tehát az így kijöttek ezek a kis családban elhangzott fél-fél mondatok, és nagyon szépen össze tudtuk rakni ezeket. A gyerekek nagyon élvezték a foglalkozásokat, sok újat tanulhattak, mind a sváb hagyományokról, mind a kézműveskedésről, és a tábor végén rengeteg saját maguk által készített holmival térhettek haza. Új polgármester lépett hivatalba Nagymányokon. A június közepén megtartott választáson Bartucz Mátéra szavazott a település többsége, aki ezt megelőzően már évek óta a városüzemeltetést koordinálta, így napra kész volt, a város ügyeivel és szoros kapcsolatot ápol a lakókkal is. Nagymányok új polgármestere 2018 óta dolgozik az önkormányzatnál, valamint tőzsgyökeres Mányoki révén is szoros kapcsolatban van a lakókkal már évek óta.
Az ambiciózus lelkes vezető tele van tervekkel, hogy hogyan lehetne minél jobban fejleszteni a települést, illetve összekovácsolni a közösséget. Hivatalba lépése alkalmából mesélt nekünk életéről, céljairól. Itt születtem, itt jártam óvodába, iskolába, itt is tervezem az életem további részét. 4 éve vagyok házas, 2 kisfiúnak vagyok az édesapja, az egyik 2,5 éves, másik meg 8 hónapos. Főiskolai tanulmányomat Kecskeméten végeztem, mérnök informatikus a végzettségem. 2018 óta dolgozok a Nagymányoki Önkormányzatnál, műszaki ügyintézői munkakörbe dolgoztam eddig, és most június 18-ától vagyok polgármesteri székben. Szívügyem a városüzemeltetés, a városnak a kinézete, és ezért önként vállalt feladatként így a műszaki ügyintézői munkakörön felül a városüzemeltetési brigádnak a koordinálását is a kezembe vettem. Kis létszámmal vagyunk, de igyekszünk a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy minél szebb legyen a településünk. A lakókkal való kapcsolattartás is nem azt mondom, hogy az én feladatom volt, de szinte minden lakossági kérés, panasz, ha nem is közvetlenül hozzám futott be, de nekem is részem volt a kezelésükben. Ugye sok esetben a városüzemeltetési csoport oldotta meg a problémájukat, és mivel én koordináltam őket, ezáltal tudtam a problémákról. Úgyhogy elmondhatom azt is, hogy a lakossággal gyakorlatilag én tartom a kapcsolatot, amit szintén szeretek. Tehát szeretem azt látni, hogyha egy lakó elégedett. Ugyan az önkormányzat anyagi lehetőségei behatároltak, célja, hogy minél több pályázati lehetőséget megragadhassanak a felújításokhoz, fejlesztésekhez. Az önkormányzatnak az anyagi lehetőségei szűkösek, tehát pályázatokból próbálunk minden felújítást vagy építést finanszírozni. Ugye a pályázatok nagy részének önereje is van, ez épp elég feladat nekünk ezt a szükséges önerejét megteremteni, de ezzel eddig nem volt probléma. És bízom benne, hogy a jövőben se lesz ezzel probléma. Van nekünk 2 ipari parkunk, egy északi meg egy déli ipari park, több 100 főt foglalkoztatnak, innen is van némi bevételünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy az önkormányzat anyagi helyzete stabil. 2 nagyon fontos beruházási projekt megvalósítása is helyet kap a tervek között. A brikettüzem, illetve a kőbánya ügyek kiemelt figyelmet kap majd a jövőben. Szükség lenne nagyobb beruházásra és fejlesztésre. Volt nekünk egy brikettüzemünk, ami már nem üzemel, és ennek a területnek a rekultivációjára nagyon nagy szükség lenne, viszont ez több milliárdos támogatást igényelne. Ha ezt nem is megoldani, de a megoldásának a folyamatát elindítani azt nagyon szeretném, mert tudom, hogy ez egy nagyon hosszú távú dolog lesz. Illetve van nekünk még egy kőbányánk, ami jelenleg nem üzemel, nem termel. Terveim közt szerepel ennek a kőbányának is a termelésre fordítása, vagy a hasznosítása. De a város közösségi életében is aktívan részt vesz. Rengeteg tervük van a közművelődési központtal közösen arra, hogyan rendezzenek minél több, minél szélesebb réteget megszólító programokat, beleértve a nemzetiségi rendezvényeket. Az elmúlt Pityóka Fesztivál, ez a Székelykör rendezvénye volt, akkor a Glückauf Egyesület, ő meg rétes fesztivált szokott rendezni minden év szeptemberében. Ez is egy nagyon jó sikerült fesztivál szokott lenni. Én úgy gondolom, hogy most is egy összetartó közösség a nagymányoki közösség, de én arra törekszek, hogy ez minél szorosabb és minél összetartóbb legyen. Gyakorlatilag a nappaliból várhatunk a buszra Mórágyon. A falu központjában ugyanis egy retro fotelekkel, könyvespolccal és más alkalmatosságokkal berendezett megálló fogadja a településre érkezőket. Szabadon, tehát ha valaki elkezdi olvasni és nagyon megtetszik neki, nyugodtan hazaviheti. Ha akarja, hozhat helyette másikat, ha nem akarja, megtarthatja.
Könyvkölcsönzőként is működik a különleges retro hangulatú buszmegálló Mórágy központjában. A régi időkre emlékeztető váróterem három egyesület ötlete volt, akik magukat a falu szépítők csoportjának hívják. A helyiségben négy kényelmes fotel és egy kis asztal is helyet kapott, a falakat pedig többek között helyi alkotók képei díszítik, így a várakozók biztosan kellemesen tudják eltölteni az idejüket. Az ötlet az már nagyon régen felvetült bennünk, ahogy járva az országot, különböző területeket veszünk mindig célba, és nagyon sok településen láttunk ilyen ötletet, illetve hasonlót, és amikor hazatértünk, akkor elhatároztuk így közösen a falu szépítők csapata, mert én most úgy nevezem magunkat, hiszen a falu szépítők csapata az több egyesületi tagból, aktív tagból áll. És akkor elhatároztuk, hogy ezt a helyiséget itt egy kicsit kidekoráljuk, és szépen otthonossá tesszük. Kitaláltuk, hogy írjuk ki különböző nyelven azt, hogy jó utat, hiszen megfordulnak itt a faluban több nyelvűek és hollandok. Az épület felújításában, festésében az önkormányzat segített az önkénteseknek. Liaszowski Károlyné azt mondja, igyekeztek arra törekedni, hogy minél kisebb költségvetésből rendezzék be a helyiséget. Visszatekintünk arra, hogy milyen volt ez a helyiség, tehát lepusztult, itt kellett mázolni, kellett falakat kialakítani, meszelni, lábazatot, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon sok munkába telett előzetesen, és abban pedig a nagy önkormányzat fizikai dolgozói segítettek. A berendezéshez már régóta gyűjtötték a tárgyakat, emellett a falubeliek közül sokan ajánlottak fel olyan bútorokat, kellékeket, amikre már nincs szükségük. Hagyatékokból, illetve felajánlásokból, aztán amikor elkezdtük berendezni, akkor még inkább több felajánlást kaptunk, hogy ó, hát nekünk függönyünk is van, nálunk pedig egy fölös csillár, úgyhogy itt nagyon sok mindenki, és akkor helyi alkotóknak még képeit felajánlották ők is, hogy akkor szívesen dekorációs céllal ezt odaadják nekünk. Leginkább még azok a lakók, akik valamikor Mórágyon laktak, tehát tőlük láttam több olyan visszajelzést, hogy szuper, hurrá, nagyon tetszik, nagyon szép. Tehát ilyenek visszajelzéseket kaptunk. Készítettünk egy ilyen kis táblát, és ott kérjük a lakosságot, meg a használókat, hogy tartsák tiszteletben igyekezetünket. Lehet, hogy kell majd kinevezni takarítót, vagy egyelőre most a gondozását ugye az egyesületi tagjaink, tehát mi minden hétfőn este találkozunk, akkor mindig körülnézünk és söprögetünk, tisztogatunk. De a közhasznú munkásaink is reggelente megnézik, hogyha esetleg szemetes vagy valamit takarítani, ők is szívesen teszik. Hát most várjuk az ötleteket esetleg, de ezt majd ki is írjuk a Mórágyon hallottam oldalra, hogy esetleg mit vegyünk legközelebb célba, csinosításra, szépítésre, és nagyon-nagyon inkább olyan céljaink vannak, ami kevés pénzből megoldható, tehát költséghatékony megoldások, és ötleteket várunk a faluból. A falu szépítők csoportja egyébként már több projektet is véghez vitt Mórágyon, például a település több részén végeztek parkosítást, virágosítást. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!